Rengeteg fajta paradicsomból válogathatnak a vásárlók a nyíregyházi piacon. Egy adag koktélparadicsom 1200 forint körül kapható, ugyanez a mennyiség egy budapesti piacon akár duplájába is kerülhet. A lecsóba való paradicsomot 300 forint per kilogramm körüli áron beszerezhetik. Ha azonban a paradicsom minősége és külleme is számít, rögtön 5-600 forintos árakkal kell számolniuk a vásárlóknak. Ez mind a minőségi termékek iránti igény megnövekedésének, mind a termés mennyiségének köszönhető. Az idei termés gyakorlatilag a szabadföldben nehéz, rettentő hidegek az éjszakák, és ebből kifolyólag köd van folyamatosan reggelenként. Ez látszik nagyon a termésnek a minőségén és a mennyiségén is, tehát nagyon sokat kell ledobni, ami nem piacképes. Az árak azok viszonylag magasan vannak, egy 350-400, sőt a minőségi paradicsomok, tehát ezek a dugas paradicsomok 5-600 forintért vannak szezonban. Ez az ár magasabb, de viszont a szép, van olyan réteg, akinek csak a szép kell, és van, akinek kevésbé. De például az a 450-es paradicsom nem igazán kellendő. Hiába olcsóbb, meg lecsóhoz, nem tudom miért, hogy lehet, hogy van ettől még olcsóbb, vagy meg az az igazság, hogy mindenkinek a kiskertben van egy-két paradicsom, és inkább a paprikát megveszik, és azt a pár paradicsomot pótolják az otthoniból. Hasonló a helyzet a paprikával is, ami szintén elengedhetetlen egy jó lecsóhoz. Itt azonban az árak nem ugrottak meg annyira, mint a paradicsom esetében. Bár egy szép és finom prétamin paprika kilója 750-850 forintba is kerülhet, a sima lecsó paprikát 250 forintos áron találják meg a vásárlók a piacokon. A május nagyon hideg volt, kevés volt a termés a szabadföldibe. Tehát, hogyha nem kapta meg az intenzív a kezelést, akkor gyenge minőségi. Hét elején a lecsós paprika az jobban megy, lecsónak, csalamádénak, mert már ugye van kerekkáposzta is, uborka, és a vegyes vágotthoz az kelendőbb, hétvégére a szebb paprikák mennek. A vásárlók nyilatkozni nem akartak, de kamerán kívül elmondták, nagyon drágának találják jelenleg a zöldségeket, főleg a karfiót és a paradicsomot, ezért a szezonban kevesebbet is fogyasztanak belőlük. Több nyugdíjas is azt nyilatkozta, a nyugdíja nem arányos ezekkel a piaci árakkal, ezért inkább kisebb mennyiségben, de saját maguk próbálják előállítani a lecsóhoz szükséges alapanyagokat.